Köszöntöm a stúdióban Pocai Rolandot, a Sparta Race Training Ajka Klub vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sparta Race, ez egy úgy gondolom eléggé új sportág lehet. Én itt mielőtt készültem erre a beszélgetésre, végeztem, hogy mondani szokás, nem reprezentatív közvéleménykutatás, tehát bizony nagyon kevesen hallottak erről a sportágról, ami szerintem egyébként, bár a spártai nevet viseli, inkább emlékeztet engem egy amerikai tengerészgyalogos kiképzésre. Roland, tényleg milyen régi a sportág, honnan származik, miért spártai? Igen, valóban régi. 2012-ben rendezték az első versenyt Amerikában. El tudom képzelni, hogy valamely sportegyesület a világon bárhol a hasonló versenyt rendezhetett már, de ilyen összeszedett szabályok, teli marketing, megmarketingelt formában 2012-ben látott először a napvilágot. A népszerűsége miatt rohamosan fejlődni kezdett, és hát egyéb más kontinensekre is eljutott nagyon-nagyon gyorsan, és most már gyakorlatilag mindenhol rendeznek versenyeket a világ minden táján, rengeteg városban. Miből áll tulajdonképpen a sport? Mit kell csinálni? Tulajdonképpen ez egy speciális vagy extrém terepfutó verseny. A klasszikus terepfutó versenyekhez képest sokkal nehezebb terepen zajlanak. Általában egy terepfutó versenynek a pályavonalát be lehet futni, egy átlagos futó be tudja futni. Itt biztos, hogy nem, tehát olyan durva kaptatókon, dombokon, hegyeken kell felmenni, illetve lemenni, amelyeken nem lehet futni, tehát nagyon nagy nehézségek árán lehet megmászni, illetve sokszor kilométereken keresztül patakokban, illetve folyókban, esetleg mocsaras részeken vagy csalánföldön keresztül vezet az út. Ezek szándékosak, tehát szándékosan veszik be a természeti akadályokat a verseny útvonalában, és ezt spékelik meg ugye a verseny típusától függően mesterséges akadályok, és ugye itt lehet találkozni azokkal a tengerészgyalogos kiképzésekhez hasonló akadályokkal, amiket lehet látni a tévében, tehát kötélmászás, vagy zsákcipelés, vagy éppen szöges drót alatt át kúszás esetleg. Ez is emlékeztetett engem, ez valamiféle kemény katonai kiképzése. Mennyi a táv egyébként? Mondom, van egy szabott táv, amit meg kell csinálni. Igen, de nagyon jól megvan ez is tervezve amerikai módra. Van egy sprint táv, ami hát minimum 5 kilométer, soha nem tudjuk a távot, csak körülbelülre, ez is egyfajta akadály. Tehát míg egy maratonon tudjuk, hogy 21 kilométert kell lefutnunk, valamivel többet, és akkor ott jön a cél. Itt nem tudjuk, hogy 6, 8, esetleg 9 kilométer, és azt tudjuk, hogy 20-nál több mesterséges akadály vár ránk. A szuper típusú versenyeken ez már 13-nál több kilométer és 25 akadály fölött van, illetve a Beast, az egyik legkeményebb verseny az maratoni táv, vagy félmaratoni táv fölött van, bocsánat, 20 kilométer fölött, és 30 akadályal van spékelve. Hát itt a versenyidő nagyjából 5-6 óra, tehát annyi idő alatt lehet beírni. És van ennek még egy speciális változat, ez az Ultra Beast, ezt Közép-Európában egyet rendeznek egy évben. Itt 45 kilométer megközelítőleg a táv és 60 akadályal kell szembenézni. Ennek a specialitása az, hogy checkpointok vannak, tehát időmérő pontok beiktatva a versenybe, és ha valaki nem jut át ezeken az időmérő pontokon időben, akkor kiállítják, és abba kell hagyni a versenyt. Tehát nem csak, hogy be kell érni, hanem időben kell teljesíteni a bizonyos szakaszokat. Hát oda nagyon kevesen neveznek. Itt azért meg szeretném jegyezni, hogy az Ajkai Sparta Race Training Group annak a csapatából 6-an fogunk idén elmenni Szlovákiába erre a versenyre, és megpróbáljuk teljesíteni. Ez az ultra biztra, igen, ez egy a legnehezebb. Hát most már kezdem érteni egyébként azt a jelmondatot, ami a címeretében is van, You will know the finish line, igen. Hogy majd a célban megtudod. Ezek szerint akkor teljesen váratlan dolgok kerülhetnek elétek egy verseny folyamán. Így van, és igyekeznek minket nehéz helyzetbe hozni. Aki régebb óta versenyez, az már megszokta, hogy ezek a szélsőséges helyzetek gyakran rendkívül megviselhetik a szervezetet. Például a tokai versenyre visszagondolva tavaly körülbelül azt mondták, hogy 5 fokos lehetett egy bányató, azon át kellett nekünk menni, és ezt spékelték egy dunkvol nevű akadállyal, tehát egy fal, aminek az alsó szintje alatt át kellett bújni, tehát le kellett bukni a víz alá. Az úgy igazán hideg volt, és ez utána még 12 kilométer versenyzés hegynek, völgynek.
Tehát egy nagyon szélsőséges, viszontagságos helyzetekbe is hozzák a versenyzőket, és ezt bizony teljesíteni kell. Hát bizony, én azt mondom, hogy aki ezt kibírja, az már mindent kibír, azt gondolom. Így van, illetve hogyha valaki egy akadályt mégsem tud teljesíteni, nem tud fölmászni a kötélen, vagy egyéb más dolgot nem tud megcsinálni, akkor ez már a körünkben elhíresült 30 burpee, azaz a négyütemű fekvőtámasz, az amerikai megfelelő, az ötütemű fekvőtámaszt kell lenyomni, ebből 30-at kell csinálni, ez egy erőteljes kardió mozgás, és utána fölállva szerintem nagyon kevés ember tud tovább futni, tehát ott azért a pulzus számnak, meg a légzés számnak rendeződnie kell, mert elég megviselt. És ez természetesen időre megy, és próbálnak ugye a versenyzők minél jobb helyezést elérni. Roland, azon gondolkodtam, hogy lehet erre egyáltalán különösebben rákészülni ezek után, tehát akkor nem is ismeritek azt, hogy mi lesz az akadály. Jó, nyilván van egyfajta erőléti edzés, de egyébként... Mindig újabb és újabb akadályokat állítanak elénk, amiket nem ismerünk, és hogyha nem próbálunk globálisan készülni, akkor ezek kifognak rajtunk. Így van. A futás, hát ez egy futóverseny, ugye A pontból B pontba el kell jutni. A futás az fontos, de ezen felül egyéb funkcionális edzéseket kell, tehát erőléti edzéseket kell csinálnunk. Na, sokat kell edzeni ahhoz, hogyha valaki jó helyen akar végezni. Biztos. Azok a tagok, akik nálunk jó eredményeket érnek el, azok heti 10 edzést, általában 5 futó és 5 erőléti edzést. Hideg vízbe úszkáltok? Szoktunk egyébként, igen. Van, hogy megyünk hideg vízbe, de ezt meg lehet szokni, tehát aki nem új, annak már ez megszokott. Veszprémben is volt egyébként egy ilyen akadály. És akkor már is itt vagyunk az aktualitásnál, ugye nemrégiben Veszprémben vettetek részt egy versenyen, ahol kitűnő eredményt értetek el, igen. És akkor erről beszéljünk most egy kicsit. Először is hány résztvevő volt itt a versenyen? Hát most először a közép-európai spártár részek életében maximális nevezés futott be, egyetlen hónap alatt 7000 nevező nevezett a versenyre, és itt le is állították a nevezést, mert egyszerűen nem bírt el többet a pálya, 7000 embert is átbocsátani rajta, egy egész napos program volt, úgyhogy rengeteg nevező volt. Mert ugye ez egy sprint jellegű verseny volt, ez rövid távú, itt azért bátrabbak az emberek, inkább elmernek jönni, és ugye nagy népszerűségnek örvend, úgyhogy nagyon sok nevező volt. Több kategória van egyébként itt a versenyben? Említetted, hogy volt több kategória. Igen, hát az elitek kategóriájában ugye 250 fő indulhat, nőknél is, meg a férfiaknál is, illetve van egy kompetitív kategória, ami az elitbe igyekvőknek egy ilyen próba, mondhatni, illetve a többi az open, tehát nyílt kategóriába indulnak a többiek. Tehát van a kezdő, haladó, meg tulajdonképpen igen. Hát az elitek győztese, most először azért azt érdemes megemlíteni, hogy most először Közép-Európában magyar győztes lett, Tóth Ádám, a legjobb magyar spártár részer lelőgte a trónról a nagy királyt, és idén itt Veszprémbe sikerült győzedelmeskednie. És míg egyébként, az érdekes, hogy míg egyébként az átlagember 2 óra alatt teljesítette ezt a távot, addig Tóth Ádám 35 perc alatt, tehát elképesztő hát idővel. Annyi idő alatt tudja ő teljesíteni a távot, mint amennyi idő alatt én simán le tudom futni, esetleg betonom. Tehát ő nagyon, nagyon gyors. És akkor beszéljünk a ti eredményetekről is, ami szintén nagyon szép. Igen. Ez mi volt konkrétan? Igen, ugye... 368 csapat nevezett most Veszprémbe, és hát minket is meglepett a bravúros eredmény, mi 5. helyen zártunk, ez egy dobogó közeli hely, így nem voltunk még benne egyszer sem az első 10-ben, nagyon örültünk neki, szerintem ez... Tehát 368-ból bravúros eredmény. Hely. Így van. Ez a nyílt kategória volt, az összetett kategória, amiben szerepelnek ugye az említett elit csapatok, a kompetitív csapatok, illetve az open csapatok, ott is a 9. helyen értünk be, tehát az összesítettben is elég jó eredményt értünk el. Kompetitív csapat egyáltalán nem tudott minket megelőzni, 4 open és 4 elit csapat tudott elénk vágni, úgyhogy szerintem nagyon jó eredmény, és talán még azt meg lehetne említeni, hogy ugye rendeznek a fiataloknak is egy rövidebb távú versenyt minden ilyen spártárész versenyen, és most a fiúk közül 2 is ajkaiak a mi csapatunkból bejutottak a döntőbe, és a lányok közül is egy lány, Mizeri Budai Balázs és Pocai Dávid a fiúk közül, a lányok közül pedig Hoffman Andrea jutott a döntőbe. Hát Hoffman Andrea és Pocai Dávid szintén lemaradt a dobogóról, mert a döntőbe 4. helyet ért el, de az is kiváló eredmény, mert talán az ifik még jobban küzdenek, mint a felnőttek, mert ott hatalmas a
hatalmas a konkurencia, vagy hatalmas a küzdelem. Mert ehhez csak gratulálni lehet, én azt gondolom, köszönjük, és gratulálunk szépen is. Egy kicsit beszéljünk a szervezeti felépítés klubról, tehát úgy tudom, hogy a tovafutókkal is van szervezeti kapcsolatotok, illetve van a saját klubotok, hogy épül fel ez? Így van. Hát a Sparta Race Training Group Ajka az egy hivatalos tréning csoport, ezt a Sparta Race Hungary hozza létre, és ők bíztak meg a csapat vezetésével. Gondolom annak kapcsán, hogy én vettem részt a legtöbb ilyen versenyen eddig Magyarországon, mármint Ajkáról, illetve a tovafutó kese hozott létre egy ilyen terepakadályfutó szakosztályt, aminek az irányítója a tapasztalatomnál fogva gondolom felkértek rá, és én vagyok. Tulajdonképpen edzéseket szervezünk, igyekszünk összekovácsolni a csapatot, és igyekszünk együtt eljutni a helyszínekre, egy futamba nevezni, és egymást erősítve versenyezni, és hát minél jobb eredményt elérni. Bár én azt gondolom, hogy itt mindenki hobbi szinten csinálja tulajdonképpen ezt, és a célunk a szórakozás, hogy jól érezzük magunkat, de hát ha jönnek az eredmények, akkor annak azért örülünk. Igyekszünk közösen edzeni, ez néha nem sikerül, néha pedig sikerül, 10-15 ember is megjelenik egy-egy edzésen, és akkor csináljuk. Roland, reméljük, hogy van, akinek felkeltettük az érdeklődését, akár ezzel a beszélgetéssel is. Lehet-e csatlakozni hozzátok? Hogyne, a Sparta Race Training Group Ajka edzései ingyenesek. A versenyekre való felkészítés szintén. A legegyszerűbb módja, hogyha a Sparta Race Training Group Ajka Facebook oldalát keresi meg valaki, és ott jelentkezik, hogy szeretne eljönni hozzá, vagy szeretné kipróbálni ezt a sportágat, vagy esetleg engem keres meg, szívesen állok rendelkezésre. Általában az újakat kivisszük egy edzésre, ahol leszimulálunk egy ilyen versenyt, persze lebutított formában, és ha azt tetszik neki, és úgy gondolja, hogy ő szeretne harcolni és küzdeni, és túlélni, szóval szokták mondani, hogy elég kemény, bár próbáljuk mi ezt könnyűre csinálni, de hát lehet, hogy magunkhoz mérjük, és az edzést magát, és néha erősre szokott sikerülni, de ennek ellenére sokan maradnak, és felkészítjük egy versenyre, és akkor egy ilyen rövidebb versenyen átvezetjük, és ha utána is ténylegesen marad, akkor jöhetnek a komolyabb megmérettetések egy erősebb versenyen. Roland, még egyszer gratulálunk neked, köszönjük nektek, szépen az egész klubnak, gyönyörű eredményhez, és további jó egészséget, sok sikert kívánom mindannyiótoknak. Köszönöm szépen. Köszönjük.